Sziasztok! Nevem Csikós Lehel Botond, és ebben a videóban elviszlek egy kisebb túrára itt Coloradóba. Itt vagyunk a Lake Isabel tó mellett, úgynevezett Aspen Acres-nél, és kiválasztottam egy rövidebb túrát, ami egy, állítólag egy régi bányához visz. Talán még egy vízesés is van a bánya háta mögött, azt mondták a turisták, akikkel találkoztam, itt jöttek lefelé. Az egész út nem hosszú, körülbelül 1 óra fél, meg 45 perc vissza. Na gyertek velünk! Körülbelül felénél vagyunk, kezdett dörögni, meg pecseregni az eső. Na de hát, ez van, nem adjuk fel. Dolgoztam én már a postán itt kint Amerikában. Ott is ha havazott, ha esett, ha fagyott, ha akármi. Mindig dolgoztunk. Az a lényeg, hogy nem szabad megállni, mert akkor megfázol. Hát, kicsit szuszogok. Hát ha egy az, mert ez az első ilyen nagyobb emelkedős túrám itten, és kettő az, hogy 3000 méter fölött vagyunk, ahol már a levegő ritka, és ilyenkor persze így kalandos élet, bolondos élet. Kezdett hegyérkélni. Ja, találkoztam itt egy másik turistával, és azt őt kérdeztem meg, hogy erre van, és mondta, hogy nem. Nagy mosolyogva. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy most megfordultam, megyek visszafele. És el kell térjek balra most itt. Egyenesen ment az út, de én úgy láttam, hogy a nevek erre mutassák. Tehát elmélet. Hát ez az, amikor azt se tudod, merre mész. De ez vagyok én. Na, ez az a hely, ahol egyenesen kellett volna menjek. De szabad menni mindennel. Most látom, hogy nem volt igazán motorbicikli, néha ATV, csak dzsippel nem szabad. Úgyhogy most folytassuk itt felfelé. Közben megerett az eső, hát a hüttés az megvan. Találkozunk fent. Ez itt úgy néz ki, mint valami bejárat. Aztán meg kell nézni. Azt mondtam, hogy csak fent találkozunk, de jég kezdett esni. Gondoltam, bekapcsolom. De nagyjából itt vagyunk most. Úgy látom, van egy ház. Meg tudok húzódni. Addig, ameddig elmegy az eső. Hú. Azt mondja, hogy private property, no trespassing. Hát igen, de itt vagyunk a szikla alatt. Ez
még szárazon. Aztán kikütje a lesz. Úgy látom, kicsi jegák is hullanak. Itt a kőbánya, ne? Ja, szinte nem mentem fel iráig. Elég gyenge állapotban van itt minden. Be van duvadva. Még a gerendákot tartják. Itt ez a fele már sajnos megy le. Itt is. De van egy hely, ahol megvéd az esőtől, és ez a lényeg. Még több jég. Ez úgy néz ki, egy kicsit fájdalmas lesz, mert megígértem, hogy kettőre lenn leszek. Valaki jön utánam. És még mindig itt fenn vagyok, másik az eső, de így lehet, úgy döntök, hogy ha esik, ha havaz, lemegyek. Kicsit meg fog porolni, de úgy gondolom, ha nem állok meg, akkor annyi energiát fogok termelni, hogy nem fázok meg. Mintha egy picit elállt volna, de amelyik eső ilyen lassacskán kezd, az nem biztos, hogy meg fog állni. Tehát Ez úgy gondolom, ennyi lesz az egész, itt nem tudtam körülnézni, megnézni, mindent megmutatni. Itt, amit látok, tehát itt romba van minden. Itt úgy láttam, hogy itt a hátra mögött volt a bánya bejárat. Valószínűleg aranybánya, vagy kőbánya, ezt még aztán megnézem. Hát így nagyjából ennyit, aztán majd lenn még jelentkezem. Úgy látszik, hogy az út elfogyott. Folyó lett belőle. Még a nap is kijött egy percre. Gyönyörű az el. Maradtam volna fenn, hogyha nem várna senki rend, de most már, hogyha így sikerült, hát így sikerült. Milyen szép az el jött is. Érkeztem a házhoz, most itt a cipőm s a lábam, mert ugye lefelé jövett, megtelt homokkal, meg mindennel. És itt van a ház előtt egy kis ilyen patakocska. Hát nagyjából ennyi. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Még aztán menjünk kirándulni máshova is. Sziasztok!